Matek érettségig országszerte. 151-en tettek írásbeli érettségi vizsgát a Lővei Klára gimnáziumban. Vezetői pályázatok a bizottság előtt. Döntöttek a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjáról. 40 év tánc. Eck Imre díjat kapott a jubiláló táncművészeti tagozat. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják, április 5-én kedden. Tartsanak velünk! Ma reggel a matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségik. Középszinten 1252 helyszínen 77236 vizsgázó, emelt szinten 84 helyszínen 3696 diák adott számot tudásáról országosan. A Pécsi Lővei Klára gimnáziumban 151-en tettek írásbeli érettségi vizsgát középszinten matematikából. Ebben a szekrényben vannak a megmaradt matematika érettségi feladatlapok. Délután már szabad beletekinteni. A feladatok első része könnyen megoldható volt, mondja az érettségi szervező igazgató helyettes Kovács Ágnes. A második részben, ahol 6 feladatból 5-öt kell megoldani 135 perc alatt a vizsgázóknak, sokkal nehezebb volt már a dolguk. Újszerű feladatokkal találkoztak a vizsgázók, picit meg is lepte őket, és el is voltak néhányan keseredve. Én azt gondolom matematika tanárként, hogy egy 50%-os teljesítmény elérése az olyan komoly gondot nem jelenthetett. Az nehéz, hogy valaki 80%-ot elérjen, tehát a jeles eredményt azt nehéz megszerezni idén. A feladatok megoldásának értékelése központilag kidolgozott javítási értékelési útmutatók alapján történik, teszi hozzá a tanárnő. A Lővei Klára gimnáziumban 3 nyelven is lehetett középszinten matematikából írásbelizni, ez pedig a magyar, a német és a francia nyelv volt. Összesen 151-en 10 tanteremben vizsgáztak a lőveisek. Az idei magyar nyelvű feladatok nehezebbnek bizonyultak a tavalyiaknál. A Lőveiben ugye nagyon magas a tanulmányi átlag, 4 egész fölött van az iskola átlag, úgyhogy ebből azért az következik, hogy minden gyerekünk várhatóan sikeres matematikai érettségit tesz, legalábbis ez szokott lenni, de azért időnként előfordul nyilván egy-egy zökkenő. Most azonban én azt láttam, hogy bizony megjelentek a felhők a homlokok fölött, és nem volt könnyű ez a matematika érettségi. A PTE közgázosaival való több éves jó kapcsolatnak köszönhetően az egyetemisták idén is egy kis meglepetéssel készültek az érettségizőknek, ugyanis reggel a kapuban csokival várták a végzős matek érettségizőket. Meg kell erősíteni a gyermekvédelmi jelzőrendszert, hogy a szakemberek időben léphessenek, ha veszélyeztetett vagy bántalmazott fiatal kerül a látókörükbe. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára beszélt egy hétfői budapesti szakmai konferencián, írja Pécs Ma. Cibere Károly kifejtette, egyetlen elkallódott gyermek is sok, ezért szükség van az egészségügyi, köznevelési, szociális, családpolitikai ágazatok közötti gyakorlati együttműködésre. A januárra tervezett jogszabálymódosítási csomag legfontosabb céljának a gyermekjóléti szolgáltatások megerősítését nevezte. Azt mondta, olyan szigorú jogbiztonságot kell teremteni, amelyben nem fordulhat elő, hogy egy szakember, legyen az pedagógus vagy gyermekorvos, nem jelez időben. Döntöttek a színházigazgatói posztjára kiírt pályázatokról kedden. A bíráló bizottság ez alapján tesz javaslatot, kit látnának a Pécsi Teátrum élén. Közben elkészült a színház tavalyi évét értékelő pénzügyi beszámoló is. Ebből kiderül, nyerességgel zárta 2014-et a Pécsi Nemzeti Színház. Éppen a színházigazgatói pályázatokat elbíráló bizottság üléséről jövök. A bíráló bizottság most néhány percen belül ki fogja alakítani az álláspontját. Ez egy álláspontot fog jelenteni, a végső döntést azonban a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói pályázatával kapcsolatban a májusi közgyűlésen fogjuk meghozni, tehát ott fog majd végső döntés születni. Nemzetközi konferencia és kulturális rendezvény sorozat zajlik a héten Pécset. A Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika központja május 4 és 8 között 16. alkalommal szervezi meg a spanyolul-portugálul beszélő világbemutatását célzó tudományos-kulturális rendezvénysorozatát, az Ibero-Amerika hetet. A 2000 év májusa óta minden évben megszervezett tudományos és kulturális találkozó elnevezése a spanyol és portugál nyelvet beszélő európai és latin-amerikai országokat jelöli.
Alapvető célkitűzése a spanyol és portugál nyelvű civilizáció színvonalas programok segítségével történő bemutatása. Ezen kívül elősegíti Magyarország, Közép-Európa és az ibero-amerikai világ oktatási és kulturális kapcsolatainak együttműködéseit. A Nemzetközi Kolokvium 200 évnyi változás és átalakulás Európában és Latin-Amerikában címet viseli. Az imént látott témában mai vendégünk Deák Máté, a Pécsi Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar külkapcsolati osztályvezetője. Szeretettel köszöntöm. Ugye már a 16. ibero-amerikai hétről van szó. Mi az oka annak, hogy imáron 16 évén sikeresen zajlik ez a rendezvény sorozat? Valószínű, hogy a kezdeteknél nagyon nagy hiány pótolt. Mi hozta mindezt létre? Hát ezt a rendezvény sorozatot, ezt a 2000-es évek legelején indította el a Centro Iberoamericano, az Ibero-Amerika Központ. Dr. Fischer Ferenc és Antonio Domingo Lillón voltak azok, akik megálmodták ennek a Ibero hétnek, akkor még Latin Amerika hétnek az előképét. Ez egy olyan hiányra adott választ, amely éveken keresztül merült fel szép lassan a tudományos társadalomban, illetve a civileknél, hiszen az minőségi kultúrát és a tudománynak ezt a fajta humán és társadalomtudományi vonalát Magyarországon akkor tájt nem igazán ölelte át programsorozat. És erre a hiányra adott egy olyan választ a központ működése, illetve ez az Ibero-Amerika hét, ami a hazai és a nemzetközi témával foglalkozó kutatókat próbálja egybegyűjteni. Különösen fontos kiemelni, hogy nem csak arra a térségre fókuszál a hét, amiről van szó, illetve ami a témáját adja, hanem Magyarország környező országaiból a kollégákat szintén vendégül látjuk, illetve Európa egyéb egyetemeiről is, így a Varsói Egyetemről, a Spanyol Laguna Egyetemről, illetve Temesvári Egyetemről rendszeresen fogadunk kollégákat. És különösen kiemelném, idén először a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen szervezi meg a központ a pénteki napját, ugyanis megjelenünk a budapesti piacon, kulturális és tudományos piacon a rendezvényünkkel. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem belvárosi kampuszát, a Bölcsészettudományi Karán tartjuk a pénteki rendezvényünket, a protokollnapot, illetve a nyári egyetemeket lezáró prezentációkat. A konferenciáknak mi lehet a fő témája? Milyen előadásokat tartanak? Milyen eszmecserét tudnak folytatni? Maga a konferencia jellemzően a humán és társadalomtudományokra, az irodalomra és a történelemre fókuszál. Ez talán a két legmeghatározóbb tudományterület, amely érintve van, de emellett számos más terület akár érintőleg is képbe kerül. Idén például érdekes, egy olyan hallgató is részt vesz a rendezvényen, aki az egészségtudományi kar hallgatója, és egy teljesen új, teljesen más területet emel ki előadásában. Ez nem általános, mi alapvetően a humán és társadalomtudományokra fókuszálunk, de ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a jövőben ezek a területek bővüljenek. Kiemelném a geopolitikai vonulatát ennek a konferenciának, számos kutató Latin-Amerika, Dél-Amerika az új világrendben betöltött szerepét és felértékelődését mutatja be. Hányan vesznek részt ezen a konferencián, akár Magyarországról, akár pedig nemzetközileg? Összességében 80 kutató tart előadást ebben a 4 napban, és őket körülbelül egy 30-35 diák egészíti ki, aki a nyári egyetem résztvevőjeként meghallgatja ezeket az előadásokat, illetve a pénteki napon Budapesten ők is megtartják a spanyol és portugál nyelvű prezentációikat. Milyen kulturális programokra lehet számítani, akár már ma kedden este? Idén igen színes programot kínálunk, jó részt a partnereinknek köszönhetően. Külön kiemelném a KMOS intézetet, illetve az E78-at a Zsolnai negyedben. Ők támogatnak és szerveznek programokat. Az E78-ban ma este lesz Sofia Pirok Suspiros nevű flamenco estje. Ez a Sóhajok címet kapta magyar fordításban. A hölgy Andalúziában tanulta meg a tánc fortéjait, és őt eredeti andalúz zenészek kísérik ma este is. Szerdán pedig lesz egy minifesztivál és egy kiállítás. Szerdán kezdődik egy minifesztivál. A minifesztivál számos elemmel
várja az érdeklődőket. 5 órakor a Pécsi Galériában a Hestos Taurinos kiállítás idézi meg Viota interpretációjában a bikaviadalok hangulatát. Ezt a magyar Pécsi Flamenco Egyesület kíséri egy rövid táncbemutatóval, és a spanyol nagykövet úr nyitja meg ezt a kiállítást. Deák Máté, köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Idén 40 éves a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti tagozata. A jubileum alkalmából ünnepségsorozatot szerveztek, melynek célja, hogy egyrészt bemutassa, másrészt népszerűsítse az iskolát, az iskola táncművész szakát, így tisztelegve azok előtt, akik sokat tettek az elmúlt évtizedekben. Az Eck Imre díjat idén a táncművészeti tagozat kapta. Egykori és jelenlegi oktatók és növendékek nem csak beszélgettek, de rendhagyó órákon és bemutatókon is részt vehettek hétvégén a művészetiben. Úrik Dóra táncművész, táncpedagógus egyike azoknak, akik a legtöbbet tettek a képzésért. A tagozat korábbi vezetője egy szenior balettórát tartott. Jó, és nem fájdalmas, mert tulajdonképpen csodálatos, mert jó kondícióban vannak, aki nem táncol, az civil állásokban van, aki könyvkiadót vezet, van, aki Márga Zoltán menedzsere, például régi növendékek közül. Nagyon érdekes, mert úgy látom, hogy aki ezt a pályát valamilyen szinten választotta, akár csak a tanulás szintjén, valamilyen fajta kreatív erővel megy tovább az életbe. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti tagozata ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileumi ünnepség gálaestje a Pécsi Nemzeti Színházban volt, ahol jelenlegi és egykori növendékek léptek fel, neves táncegyüttesek művészei és színészek köszöntötték a 40 éves táncművészeti képzést. Az ünnepségsorozat gála műsorán adták át az Eck Imre díjat is, megemlékezve a táncművészeti képzés alapítóiról, Végvári Zsuzsáról és Eck Imréről. Az, hogy a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tánctagozata idén 40 éves, az egy nagyon szép kerek évforduló. Az elmúlt 40 év bizonyítja azt, hogy Eck Imre álma az megvalósult. Én azt gondolom, hogy ma a középiskola tánctagozatához került a díját átadásra. Ez méltó módon megbecsüli az elmúlt 4 évtizedet. A jubileum alkalmából kisfilm is készült a táncművészeti tagozatról. A film készítője és rendezője Delbó Balázs, az iskola egykori növendéke. Az alkotás bemutatja a tagozat meghatározó egyéniségeit, tanárait, vezetőit, egykori és jelenlegi növendékeit, valamint az ott folyó tehetséggondozást. A kormány által biztosított mintegy 1 milliárd forint közel 60%-a jut a PMFC stadion utcai lelátó részének teljes körű felújítására, a maradék összegből pedig a Kovács-telepi edzőpálya komplexum további fejlesztésére lesz lehetőség, mondta Hargitay János, a PMFC klubelnöke a pecsma.hu érdeklődésére. Hargitay János szerint a beruházás nem ütközik azzal az elképzeléssel, ami egy városligetet álmodna a mostani pálya helyén. Az épület akkor is kell, akkor is hasznos lesz, mondta a politikus. Hargitay hangsúlyozta, hogy a projekt formálisan városi projekt, nem az egyesület viszi, hiszen az önkormányzat kapja a pénzt az államtól, az MLS és a Fejlesztési Minisztérium szakmai ellenőrzése mellett. Megnyílt az első pécsi szabadtéri fitness központ. Az összesen mintegy 3 millió forintból EU-s támogatások felhasználásával kialakított park a Maléter-Pál út déli oldalán épült, amelyet hamarosan újabb követ majd a tüskés réten a vízisípálya és a kivilágított gumis futópálya mellett. A fitness parkot uniós forrásból hozta létre a Mosolymanó Egyesület. A városvezetés tervei szerint egyre több ehhez hasonló park jön létre, hiszen a pécsiek a konzultáción is ilyen igényekkel keresték meg az önkormányzatot. Híradónk végén főbb témáink röviden. Matek érettségig országszerte. 151-en tettek írásbeli érettségi vizsgát a Lővei Klára gimnáziumban. Vezetői pályázatok a bizottság előtt. Döntöttek a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjáról. 40 év tánc. Eck Imre díjat kapott a jubiláló táncművészeti tagozat. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!